a vérnyomásom szarakodik. Gyakran ilyen szédelgés, meg ilyesmi van. Hosszú út volt. Te leszel a kiválasztott. Az emberiség követni fog téged oda, ahová vezeted. A harcba, halálba, mondtuk neki erre. Ezúttal viszont ők választanak majd téged. Hát akkor hívjuk fel őket. Ha van még bármi más, akkor jobb lenne, hogyha megcsinálnád. Nem, köszönöm, mindent megcsináltam. A fináléba fogsz most belépni. Győződj meg róla, hogy minden rajtad van, mindent befejeztél, megcsináltam minden, ha hogy ne. Kezdünk! Igen, sokkal több folyadékot iszom. Kórus, mindannyian hallottatok már a kórusról. A harmónia a legmagasabb állapot, amit egy valaki el tud érni. De amikor körbenézünk, harmónia van körülöttünk. Egy soha be nem fejeződő konfliktus nátok csak. És valami durva eljárás, ami proféta akarata alá hajt minket. A harmóniát nem lehet elrendelni, nem lehet ezt diktálni. Ez egész egy hazugság volt csupán. Azt csak el lehet érni. És rohadt nehéz munka azt elérni. Az igazi egyensúly. És csak az a kórus. Nimica Prime riftje áll előttem, és ez növekszik. Benne van hamis doktrína gyökere, a nagy proféta, akit a saját ambíciói tettek rabszolgaságba, vagy ami ilyesmi. Azt tervezem, hogy megállítom, és szükségem van a segítségetekre. Csatlakozzatok hozzám, tök mindegy, hogy kik vagytok. Válnak vetve, meg tudjuk csinálni. Egy napon, amikor békét hozunk létre ezáltal, magunkkal és a Faceless-szel, találkozunk majd az egyetlen dologban, ami számít. Kórusban? Saját ambíciói rabjává vált. Igen, köszönöm. Igen. Találkozunk Avannal. És a Szent Őrzőkkel. Rohadt menő ez a Nimica Prime. Tudjátok mi lenne még menő? Ha tudnék esetleg driftelni a rohadt életbe. Hát driftelés nélkül nem tudjuk befejezni a játékot. Az egy annyira alapvető képességem. Haladni egy irányba és közben fordulni más irányokba. Tudnál driftelni, Nara? Nem tud. Nem. Ha lenyomom ezt a gombot, akkor kb. Semmit nem tud csinálni. De nem tud. Hiába tud, nem tud. Tehát, hogy alig csökken a kilométer szám. Ja, azért, mert most sietünk oda. Eltörted a játékot? Nem tudom, hogy hova bugolt be. Nem értem. Wow, mekkora ez a hajó, láttátok? Mi a terved, hogyha senki más nem jön? Fognak jönni, mert mindenkinek megcsináltuk minden küldetését az egész univerzumban. Then. Akkor mi egyedül fogjuk visszaállítani az egyensúlyt az univerzumban. Silver Haven megérkezett, Enclave is megérkezett, Najara, szentelt őrzők, az ellenállás, hát még a kalózok is eljöttek. Ez egy jó terv. Mindenki itt van. Én nem bánom, Liffy. Én jól érzem magam. Szóval ez lesz az, mindenki is itt van. Várják a támadási parancsolat. Akkor álljunk az élére, együtt, Forza, persze. Utasítanunk kell a szövetségeseinket. Tényleg rohadt csak a lejöttek, és végre van drift képesség. Mekkora ez a hajó? Valaki neki ment mondjuk, egy kicsit megemelkedett talán.
The time has come. Itt volt egy kis bug. Eljött az idő, hogy lesújtsunk, de először aktiválnunk kell a jump gate-et. Az az egyetlen útunk a Rift site-ra be. Aha. Elder Rassar jön velünk. Mert így nem tudom mit csinál. Feltöltjük magunkat ilyen plusz pigyóval. Le kell sújtanunk azokra a power supplies-okra. Ez mi? Ó, annak nem lehet neki menni. Shit. Ki gondolta volna, hogy ez nem olyan lesz? Elnézést. Szurituc volt. De ez tök menő volt, hogy a töretre lehetett dobni a másik csicskát, láttátok? Vicci, ez tetszik. És akkor itt kellene megsemmisítenem azt, ugye? Ez megvan. Ez is megvan. Generátor bankokat kellene elpusztítanom valahogy. És az egyik az itt van lent. Úgy a többieket nem kell közben védelmezni, megoldják ők maguknak. Az ott az lenne? Nem, ez egy töret volt. Ide be kell jönnöm? Aha! És akkor ezt akarta, ugye? Hát remélem. De mégsem jelzi ki, hogy ez így egy volt a háromból. Mint ha itt még lenne dolgunk. Á, nézd csak, ezek itt. Igen, igen, ez volt az, ami kellett. Jó, meg vagyunk. Még öli a profit a legjobbjait Rassar közben. Hát gyakorlatilag az a neve, hogy Rassar. Elég furi neve van a srácnak. Szülei elég szemetek, hogy ezt adták neki, nem? Akkor a kettő? Majdnem. Ó, ez olyan, hogy itt izé is lesz. Aha, több helyen kell bepusztítani ezek szerint. Ott a kövi. Megvan az útcsó is. Hílelünk, megyünk tovább. Megvan 2/3. Jön az enneminek, szinte megjött a reinforcementje, erősítése. Végre legalább bejelölik azt, hogy hol kell pusztítanom. Azért az nagy segítség. Itt is vannak ilyen videók, látjátok? Oda be kell mennünk. Mivel kint elpusztítottuk ezt a generátort, azért szerintem most már a shield megnyílik automatikusan, főleg, hogyha nem mész neki mindennek. De hol megyek be? Itt lent. Lehet, hogy ezt akarták. 3 óráig ugyanitt voltam? A jump gate nem aktív. Jó, igyekszem. Nézd meg, mi megszítnek itt mindjárt. Igyekszem, igyekszem. Már a vége fele járunk amúgy. Ez volt a harmadik. Ó, oh, hát ezt nem gondoltam volna. Oké, okay, megvan a védelmi háló offline-ba, úgyhogy keresztül ugorhat rajta mindenki is. Rebe küldi a megszálló csapatokat. Máté, te miért nem alszol? Menjünk vissza az Allies-hoz. Ó, mekkora benga hajók jöttek oda. Circle shade-ek. Itt az ideje. Én miért nem alszom? Mert végig viszem ezt a játékot. Amit mellesleg imádok, mondtam már. Rohadt jó ez a game. Ennek a hajónak vége is lett pusztán azzal, hogy végigmentem itt alatta, láttátok? Ez tök jó volt. Te is elpusztulnál, igen. Van még? Nézd, mennyi van. Mind
de arra vár, hogy szétcsicski. Úristen, mekkora darabok érkeznek. Jaj, ne, Nara. Üzelnek rám, mondja valaki. Szarok rá. Jöttem széttépni az összes hajót. Nézd meg, mennyi darabka lebe... Ó, mekkora ez a benga, jó is. Ez velem van? Annak a hajónak el kellett pusztulnia, remélem, hogy megvolt. Igen, az megvolt. Kik támadják a Rianát? És ez mi volt, amire itt rámentem? Egy-két hajót összeszedhetnék. Mondjuk azt onnan, beledobhatnám abba. Wow, ez rohadt jó volt, ez nagyon tetszett. Hogy belehajítottuk az egyiket a másikba. Szedjünk fel egy-két aknát, és dobjuk meg vele azt a csicskátot. Leállítjuk a cuccait. Azt láttátok? És tényleg leállítottuk a hajtóműveket, rádobtuk az aknát, amit mellőle vetünk fel. Az mondjuk erős. És itt leszette a shieldeket. Gyertek ide, srácok! Menjetek oda bele az aszteroidába. Ne, hallod, egymásba repülnek. Tök jó. Tehát ekkora hatalmat már semmi nem képes szerintem felülírni. Nara egyszerűen túl erős. Jaj, de megjelent ez a szar is. Ezt nem szoktam szeretni, ezt a forgóbinyót. Ez már okozott nekünk bajokat, ugye már. Na ez micsoda, és miért van itt? Hogy volt? Most támadható? Nem nagyon. Hílelünk egyet. Elteleportált, nem látjuk, hogy hová. Ariana közben ott megy elől. Ja nem, csak én jöttem el messzire, jó. Nem tudom, hogy mitől kellene megvédeni amúgy. Mi az, amit még nem pusztítottunk el, és hát gondolom, hogy az a kettő kék akkor ezek szerint. Aha. Kész. Ugye? Nem. Aknákat dobálnak a hajóinkra. A Rian az nem a Grande. De azt honnan ismerem én? Mondjátok már meg, hogy mi az. Valami nagyon nagy Ariana. Megvan neked régen a... Végről még a... Mondjátok már, hogy... Emil Rulez, ez volt a címe. Annak a zenekarnak. Mindenki imádta a hajós Andrással. Neki kedvence volt. Grandiózis Ariana. Igen, eszembe jutott a nagyfenekű nők klubja? Napja? Azt hiszem napja. Volt egy ilyen számuk, tök jó volt. És most mitől kell védelmeznem ezt a szerencsétlen, mert semmi nem támadja már, de tényleg. Ja ez! Gyere ide! Megvan. Maradj a nyomon, vagy a vonalon, vagy az úton. Oké, megmondtuk Arianának. Mi az admirális státusza? Ne csak kisebb veszteségek. Itt is mondja Ri. Minden őrző még készen áll a harcra. Érthető. Megmentjük az univerzumot a Faceless elől, vagy től, vagy valami ilyesmi. És Arianát kell megvárni, hogy aktiválja a kapvat? Nara, megcsináltam. Most... Nyomja az energiát bele. Cardo, itt van rád szükség a kapunál. Ez egyetlen útunk vissza. Jelezzetek, amikor kell erősítés, mondja. Mindenki más pedig mozog. Találkozunk a másik oldalon, let's go! Akkor durvítunk, ugrunk már is. Na, erre kíváncsi leszek. Most a Riften ugrunk át, vagy elmegyünk... Aha. The Rift is reawakening. A Rift újra éled. Ő az, érzem a sötétségét a dalukban. Hogy betör a valóságunkba. A saját lyukát tegyék. Az előttünk tévő szentély a kapu hozzá. Most ugranak be a hajóink?
De rohadt menő volt, ahogy beugrott mindegyik. Kár, hogy ebből ilyen kevés volt, ilyen nagy flották közötti harcok. Amúgy egy 8 órás játékról beszélünk, tehát ahhoz képest nagyon-nagyon sok időt tettünk bele, hogy ennyire rövid. Minden hajónak hat hallják ők is. Szekta. Micsoda. Folyamatosan úgy beszélt rólunk, mint hogyha megosztva lennénk, meg káosz uralkodna köztünk, de többé ez nem igaz. Most olyan harmóniában állunk egymás mellett, amit mi választottunk, és ízleljék meg a elkötelezettségünket, a szabadságunkat, meg mit tudom én. Ma egyként harcolunk. Spear ahead. Durva lányzsázásokban leszünk hamarosan. Örülök neki, hogy nem ollózni kezdünk itt a barátnőinkkel. Hoppá, valaki támadnak. De királyul néz ki ez. Na, ilyenből lehetett volna több. Remélem, hogy lesz olyan DLC majd a játékhoz, amiben ilyen jelentek fognak minél több megjelenni egymás után. Egynek vége. Kettőnek vége. Hát úgy tépem szét őket, ahogy akarom. Megint Demon Class. Előbb a kisebbeket el kéne pusztítani, hogy ne okozhassanak nagy veszteségeket talán, nem? Bár ez nem olyan. Wait. Ez az enyém. Honnan tudjuk, hogy melyik van velünk és melyik nem? Jó, ez biztos, hogy nem velem volt. Jönnek kardóék a nagyhajóval. Mi pedig ezt a démont elpusztítjuk. Felige, kiűzzük beled ezt a démont. Hajnali 3 van. Hogy lett ez 8 órás? Úgyhogy 5-kor kezdtük. Szimpla matematika. Ezek olyanok, mint hogyha velünk lennének. Ez viszont egyáltalán nem. Bizony, hogy nem. Hogy lehet, hogy ekkora firepower-t képviselünk? De nézd meg, hát elsodródok alatt egy széttépen. Bármelyik hajóval megcsinálom ugyanezt, akármikor. Mielőtt még a démonra rámennék. Ez embertelen. Nézd, az is megsemmisül. Ez mondjuk még bírja. Egy kicsit necces. Fáradt vagyok? Egy picit, egy kicsit igen, de hát már régóta nyomjuk. Ja, hogy ott van az az egy utolsó kis szardarab. Jó, megvan. Mehetünk. Azt tartotta már csak. Én elpusztítok minden idegen hajót. Engem nem fognak itt izé feltartani, meg majd bántják itt a haverjainkat, meg ilyenek, nem? Nyilván nem. Nézd, milyen sok hajó érkezett. Ahogy ott a háttérben harcolnak, az is tök menő. Hova megyünk most? Ja, igen. Még mindig a... Úristen, very big hajóra kell rámennünk. Aminek a rendszereit ki kell iktatnom 12-t egyszerre. De nem mint hogyha tudnám, hogy ezt hogy fogom megtenni. Nem is nagyon látok rajta bemenetet, vagy ilyesmit. De igyekszünk. Ott van, nézd, az lesz az. Ha? Ezeket meg kell találni, gondolom, mindegyik oldalán. És hogyha ezzel meg vagyunk, szerintem utána már csak a final boss vár ránk majd. Ott lent vannak még ilyen részei. Ez 3/12 rész volt. Álljunk meg. Vissza kell mennünk. Azok most nagyon bántanak, és nincs healingem. Van egy kis gáz, azt hiszem, hogy ezt nem fogjuk tudni túlélni. Nem tartom valószínűleg, hogy túlélnem, ja. Igen. Jó, hát sokat leszettek rólunk azért. A démon elég kemény. Végül nem tudtuk kívizni a felikéből. Megmutatjuk a teljes erőnket. Kardó, itt az idő. Behozzák az ellenállást. Meg kell tisztítani a frontline-okat? Jaj, de nem mondod, hogy akkor még egyszer. De még egyszer. Miért megy át ilyenkor a kamera mindig máshová?
Amúgy nem kell, hogy elpusztítsuk ezeket a hajókat, tehát hogy ez csak az én baromságom, amit csinálok, most már több mint valószínű, hiszen nincsenek ezek kihatással a fight kimenetére, még a Demon Class ship van. Tehát az, az biztos, hogy gondot tudna okozni amúgy. De valószínűleg rá is kellene mennem, hát ezt csak elintézik a többiek, nem? Ezt tök jól meg lehetett volna csinálni, hogyha nem így csinálom. Megvan. Na, menjen a Demon Class, hol van? Mi a tejföl ellentéte, a fetügy le? Wow, erre még nem is gondoltam. Ez ilyen kis aranyos, ilyen kis... ilyen ácsulis szóvic. Tetszik, tetszik. Gyerekkoromat idézi. Tudsz még ilyeneket? Tökéletes kitérésekben. Ide kellett bejönni, ugye? És a jobb oldalon voltak az elsők. Yep. Megyünk tovább már is. Húzzunk el innen. Jó, talán megvolt. Ott három. Ott bent is lesz. Nem, itt már megvolt minden. Nézzük a másik oldalát akkor ennek a résznek. Sokat karambolóztam inkább, de ahogy is. Én így játszom, így vezetek. Megvan a 4/12, az ott egy... Nem, az egy töret volt. Hát, nem tudom, hogy hol van a többi rendszere. De megtalálom, szétszerem, az fix. Az még erős volt, most megint kaptunk egy nagyot. Mi a különbség a véletlen és az üvegtál között? A véletlen lehet fatál is. Trudet. Erre emlékszem, és tényleg gyerekkoromban olvastam valami vicc magazin, vagy nem vicc magazin volt, hanem vicc könyvek voltak még annak idején, ugye? Nektek voltak vicc könyveitek? Gyerekként szerettem, és mindenféle baromságot olvastam bennük. Megjött a gyógyítás, nyugi, megoldom. Nem kell beszarni, a kérdés inkább az van, hogy, vagy az, hogy merre találom meg a rendszereket, amiket el kell pusztítanom a Benga hajóban. Nem lehet, hogy itt belül van még valami? Nem, itt is elpusztítottam mindent. Nem lehet, hogy alulról kellene ránéznünk? De, talán innen, nem? Nem, ez nem az. Akkor a tetejéről. Hát hadd én nézem, de nem látok semmit. Akkor egy vak pénisz vagyok. Hát komolyan 8-nak kell még lenni, tehát nem is kevésről beszélünk. Nem az, hogy egyet nem találok, 8-at nem találok. Egy egész szint kerülje le... Ó, megvan. Figyelmemet. Kettő meg lett. Nagyon jól el vannak ezek a részek dugva. Volt hát nem is egy... Ugye? Mondom én. Gyerekkorunkban még voltak ilyenek. Meg volt ilyen, hogy Garfield, ilyen zseb Garfield. Nektek voltak ilyeneitek? Ti voltatok gyerekek egyáltalán? Arra most rámentem, de nem baj, mert tudok hílelni. Kedvenc viccem, a vicckönyv... Várjál, ugye olvasok. Az is megvolt. Befogtak minket, lesz a szarjuk. Kedves vicceimből az volt, hogy mit mond a hülye gyerek az anyjára kapu. Áááááá, nem rossz. Erre bevallom, nem számítottam most hirtelen, de nem rossz. Hát már a töreteket verem róla le. Nem tudja, a hátsó hajtóműveket kell... Na takarodj! Jó, igen, megvannak. A hajtóművek kellnek ahhoz, hogy be tudjunk menni, gondolom, ugye? Még egy van. Igen, kinyílik a belseje, mehetünk. Ez lesz az, hogy a viharban-e. Erre menjünk.
már látok is valamit, amit el kell pusztítani. Meg még egyet. Megvan mindegyik. Kor még mindig tart. A mérnököket megkérjük, hogy fedjék már fel a démon magvát. És ezt hogy fogják megcsinálni? Nem 100%, hogy értem, hogy mit akarnak. Ide kell jönnöm? Rihez? Ó, beugrott valami nagy. Szegény itt bántják. Rengeteg fész lesz, jön. Edezzek, minden oké. És tényleg valóban nagyon-nagyon sok jön. A swarmokat így ki lehet végezni, de menő. Ilyet lehet játszani, hogy csak ide állsz így velük szembe és elpusztítod őket. Jaj, várj, valami van rajtam. Elnézést, healelnem kellett azonnal. Reed meg kell menteni most. Miért ugrálnak be még annyian hozzá? Ellene, meg ilyen szavak. Túléri? Hát hagyjátok már békén. Elég jó. Nagyszerű. Aha. És még van valami, ami jön. Aha. Tehát itt kell állnom és védelmeznem kell Reed. Ó, valami nagyon szed. Ne csináld már. Húsikat csepződött. Az Ariana bemegy, hogy azt a szakadást megszakítsa. Várjál, az hogy csinálja? Nem hagyhatom, hogy meghaj, mondja. Nem, takarodjál már onnan. Ha túltöltötte a hajót és bezárta a riftet, amivel Arianát támadták. Jaj ne, a mérnök csaj kivégezte ezzel magát. Hát önfeláldozást hajtott végre. Tulajdonképpen szudokuzott egy nagyot. Nem tudok beszélni, már tök mindegy. Szevasz Logikun, egész nap vártunk, nem voltál sehol. Most egy kicsit szomorú vagyok. Mint a Anakin a baljós árnyakban. What? Beszorultam. Kakikampó? Kamikampó? Tényleg, a Kamikampó az a izébe volt a Mad Max-ben. De hogy mit jelentett pontosan a Kamikampó, arra még a mai napig nem tudtam rájönni. Hagyjatok már a nagyhajókat, meg a barátaimat, így csicskák. Kamikampó. Mad Max 3. Fury Road. El kell, hogy érjem Avant. Jó, de előtte még elpusztítom az itteni hajókat, mert nagyon csicskák. Gyönyörű. Jó, ezzel bentebb vagyunk. Menjünk Avanthoz. Kamikaze és Kampesz. Kampesz. Igen. Jó, bocs, már nem vagyok magamnál. De még nyomom. Még küzdök. Avanthoz elérkezünk. Ó, totemek támadják, értem. Nem lesz izé csicskítás, durvítás. Az micsoda az a hajó? Az nagyon fura egy hajó, hallod? Én ilyet még nem olyan láttam. Kettő totemet kell elpusztítanunk. Talán a másik oldalon van még egy. Ez is megvan, még sincs este. Egy percem van, hogy a másik totemet megállítsam. Milyen jó lenne, hogyha látnám, hogy hol van. Itt kellene elterülnie valahol. Lehet, hogy bement a hajóba. Hát beám. Szerintem bent van. Igen, megvan, megvan. A totemek gyorsan mondja, de hát megvannak. Még életben vagyunk, úgyhogy... Csináljuk meg, hogy megfizessenek. Ennek magyar kifejezése nem hiszem, hogy van amúgy. Fizettessük meg velük. Ilyet nem szoktunk mondani. Jó, most akkor minden hostile-t itt el kell pusztítani? Aha. Kapjuk el az egyiket? Valahogy.
gondoltam, hogy elhajíthatom rá, de nem sikerült. Op, éppen felhúztuk. Control level 4-et értünk el. Ez valami újdonság. Fizessenek megérte. Hát... még nem pay. Csináljuk meg, hogy fizessenek. Ez egy elégséges hajó? É, tényleg, nézd! Lol. Ráfeküdtünk oda arra a kis sínre, amit ugye el kell pusztítani. Tényleg mi lehet sínivel? De jó lenne, hogyha hallanánk felőle valamit. Eliminate hostiles. Sokan vannak. Irigyeim, sokan vagytok, mint a kutyák, úgy ugatok. Rengetegen jönnek. Miért? Hát, próbáld meg eltrálni, Flash. A végre. Még ilyen is van. Ez lehet az utolsó hostile. Amúgy könnyen lehet ám. Ja. Hát ezeket kellett elpusztítanunk. Sárat lehetne, hogy itt lövök, és akkor így... Várjál, kiszállok. Köszönöm. Megvan az utolsó is talán. Mellé. Jó szar volt. Vissza az egész. Rakétára váltás. Tüzelés. Hogy lehet, hogy még mindig van hostile? Hogy lehet ilyen sok? De nagyon szépen lőjük azokat a kis gyenge pontjaikat, amik végül győzelemre segítenek bennünket. Néha. Néha nem. Az is megvan. Hogy lehet ennyire sok? Itt valami nagyon nincs rendjén. Figyelj, végtelen enemy hajó van. Még ott is van egy fent. Vannak még? Vagy ezek ugranak be folyamatosan? Lehet, hogy egy ilyen örökön áttartó szélmalomharcot vívok az egész szekta ellen. Bocsánat, Logikun, ne haragudj, brutális harcokban vagyok. Négy csirkecom, egy jó KFC-ből kajálhatnánk. De király lenne. Csak az a baj, hogy már nincsen náluk B-Smart. És a B-Smart volt a legkifizetődőbb. Érted, 450 forintból kaptál kettő stripset egy kis krumplival, és abba vettél kettőt, de olyan jól laknál, beszarsz. Meg volt 900 forintból az egész kajálásod. Amúgy szerintem nem tudok mindenkit elpusztítani, már rájöttem. Túl sokan vannak, és végtelen visszatöltő erejük van. Ez micsoda itt? Most mire akarnak rávezetni? Milyen hostiles kell elpusztítanom? Védd meg Avan hajóját. Avan merre van? Melyik az Avan? Ez itt szerintem a... nem tudom melyik ok, de még három B-Smart se volt a fél fogamra se elég. What? Hogy lenne B-Smart? Hát rendelni nem lehet már, abba bízhatsz. Szerettem volna valamelyik nap... Ah, mondom, rendelek, figyelj, kérek kettőt, és akkor utina tök jól lakom, de hogyha hármat kérek, akkor másfélszer vagy kétszer is eszem. 11 per 11 kosárt nem vennék, hát az több ezer forint, tehát hülye nem vagyok. De, hogyha egy orsételemben nem kajálsz meg egy ezresből, akkor valamit rosszul csinálsz. Tény, de KFC apja is egy rakás szar. Na hát akkor miről beszélünk, ugye? Itt kell valakit megmentenem? Elnézést. Már nem tudom, hogy melyik hajó van Reeve-el, vagy Avannak melyik a hajója. Most már ellenőrzem itt az egész galaxist inkább. Lehet, hogy erre kell jönnöm. Nézd meg, itt már 25 hajót elpusztítottam, szóval ez nem lehet, hogy... Várjál csak. Mit kellene néznem? Hát de én vagyok a főküldetés haver. Next mission, engem jelöl. De több bebagoltunk. Vagy hogy lehetetlen, mennyit zabánsz, Krisi, ne szórakozzál. Á, Logikun, látod? Ilyen egy kedves ember, mint te. Nem olyan, mint a Krisi. Ezek a
hajók semmire valók amúgy. Ezeket miért küldték ide? Ezek gyakorlatilag azért vannak itt, hogy rengeteg űrszemét képződjön itt a környéken. Ami lő rám. Ami lő rám, az van ellenem, ugye? Te vagy azt a szemétláda. Nem, ez velem van, szerintem ez más. Ezek lőnek pedig, ezek a bengák, ott van már a healing. Én ezt nem értem, vágod. Nem lehet, egyszerűen lehetetlen, hogy folyamatosan ugranak vissza. Várjál, azt mi lehet, ha azt a nagy bengát kicsinálnánk most? Menjünk ide be, mert itt van ennek a szíve. Pusztítsuk el. Oh, wait, nem úgy értettem. Vissza az egész. Ezeket még védi valami. Nem tudták még a mérnökök felfedni a szívét? Hát még valószínűleg nem. Kevés szomorú dologgal találkoztunk a mai nap során. 3 óra 11 perc, de mi még mindig toljuk. Mert nem találjuk az enemit. Hallott, annyira sokan vannak, mint az irigyeink. Az lesz az, az a piros? Az mi az a piros ott? Ez volt az? Nem. Rohadás, ölje meg, hát nem találom. Szép a healing. Mindent elpusztítottam, ne mondják már, hogy még több van valahol. Ez a pokol maga. Egy végtelen űrharcba kerültem, ahol a szektások egyszerűen folyamatosan spawnolnak, a csapattársaink pedig sebezhetetlenek rajtam kívül. Ezt el lehet lőni? Nem, ez nem olyan hajó, amit te ellősz, oké. A fáj a kezem a PS5 kontrollertől. Ott van! Meg vagy te rohadt! Te mocskos, nézd csak meg. De most elkapom, most nagyon elkapom, figyeld. Ez volt az? Azt nem mondja, hogy van még. Jézus, de jó lett volna pedig, hogyha az megvan. Nem mondják már, hogy még több van. Olyan célpontot keresünk, aki nagyon gyorsan mozog. Ide urálnak be folyamatosan ezek a hajók. De nem tudjuk, hogy Avan hajóját mitől kell védelmezni. Én nem hiszem, hogy ezek... Nézd, ott van valami és mozog. Ott van és mozog, szerintem az utolsó. Ezt tudom, hogy már mondtam egyszer, leszarom. Ott megy. Nem érdekel, hogy neki megyek a falnak. Végre megvan! Jó van, segítsetek a démonra. Összpontosítsátok oda a tüzeteket. Lehet, hogy nyúl volt a Tomb Raiderből, igen. A kis szemétláda. Gyorsítem egy ezesbe, úgy lehet jól lakni, ha bemész egy tál. Töltött káposztával ezesbe megveszel egy kólát. Á. Nem. 2 sajtburaszt is megveszel 500 vagy 1000 forintból. Az ellenállás elkezd sikoltozni. Soha nem vonulunk vissza. Tüzeljetek a démonra. Most visszaszerzi az energiáját. Nem, lemegyünk a izéhez. A magjához. Itt van. Meg is van. Nekem jó, a 2 csatban ezben én tele vagyok. De ennék most egy kicsit. Ha van admirális, tartsátok a pozíciót. És a templomnál tartsátok a proféta erőit. Ja, tehát őrizzék a bejáratot, ezt akarta neki mondani. Sok szerencsét. Mostantól csak mi vagyunk. Ez van a Circle Elder. Micsoda, hogy a bűneinkből táplálkoz, mossátok el a eltévedésünket. Nem tudom, mi ez a Discord. Mit jelent a Discord? Az valami káoszt jelent. Hova megyünk most? Megküzdünk szerintem a játék főbosszával. Jó, hogy van egy kis Ropi itt mellettem. Forza, igen. Meg tudjuk ezt csinálni.
Maradjunk benne. Jó, de most eszek egy kis ropit először. I hope our allies, our friends can hold out so we can finish this. They will. They believe in you. As do I. Mindenki hisz bennünk, ahogy Forza is. Köszönjük, Forza. Visszállj, köszönöm, igen. Ott van a prófét a középen, látjátok? Naran. Szaros hajódban te, ott benne. Itt vagy, hogy minden visszállj végét náthasd, tanulja lehess a saját végednek és a mi kezdetünknek. A végső vadászatunk most kezdődik meg. Utána, most. Az mi volt? Mekkora portált nyitott a csávó? Menjünk be oda. Kitérő manővereket közben csinálunk azért. Ez nem nehéz. Bár túlzott hatással sem vagyunk azért rá. Ez mondjuk kicsit trükkös volt. Mintha le lenne lassítva ez a rész egy picivel. Mondjuk érthető, hiszen rohadtul tolni kell ezt a részt. A nagy profétát üldözzük egy vége láthatatlan, nagyon furcsa területen, ahol még ki is kell térnünk néha. Ez sebez. Nézd meg ezt. Proféta úr, már elnézést? Aha, és ezek bántanak, hílelünk egyet. Az elém terved. De tudják-e a követőink, hogy... Micsoda... Hogy fájdalomra ítéltem őket? Ne szorakozzanak. Igyekszem, bocsi. Az a baj, túlságosan gyorsan csinálja azt, amit nem kellett csinálnia, ugye? Hallod, nyomtam egy baldest, hogy kitérek a rakétáról beledeselve a falba. Még húzza magát, mint a rohadalom. Jesus. Tömünk egy turbitót. Ez az, megérkeztem a Mária esti. Ah, oh, te szar! Hát nézd meg! Hát egy csinálhat ilyet? Hát milyen ember az ilyen? Proféta ez amúgy? Szarás? Hát az arcodba berakja a brutális oszlopát. Elismerem, hogy ez nem túl könnyű. De megoldom. Olyan ez, mint amikor a Luke Skywalker bemegy a végén a Jabbához, nem? És akkor így érzi, hogy erő meg minden. Valamit lelőttem róla szerintem most. Ja nem, még csak megkarcoltam, hál' Istennek. Nehogy valami baja legyen. Nem sebződik, hát mindenki látja, hogy nem sebződik. Ja, de sebződött. Jól van, majd az örökre rátartó békél, igen. Az kemény. Az erős, amikor onnan jönnek, ahol nem számítasz rá. Mert lereagálni nem tudod, hílen is. Ez nem flipper, igyekszem. Ezek a piros szarok, ezek amik letépik rólad a HP-t. Hogy kerülöd el? Nem csak az oszlopot kell elkerülni, hanem a piros sugarakat is.
netes mozdulatok csak itt nálunk. Picspet tv.mokásom. Jó volt. Én annyira lőném. Na, ez például nem volt benne. Ezt mindenki láthatta. Állj meg! Megvan, megvan, megvan! Lent menjél! Jesus! Shieldet letép. Kisebb tűz. Kisebb healing. Megint átment. Na, itt haltunk meg eddig mindig. Szép. Szép volt, még jó, hogy lassítottunk előtte. Assza rohadt minden itt. Ez nagyon hátszé. Ez már nagyon... Itt már durva. Itt már nem tudjuk követni. Ha tudjuk is követni, még ki kell térni elő, meg minden. Healingünk közel sincs. Hogy az anyjába fogom ezt utolérni? Wow! Aha, most mentünk bele abba, mire nem lett volna szabad. De most nem mondott komolyan. Ez hülyeség. Ez nem jó az a rész. Hát ez... Hogy képzelik? Ilyen hosszan kell, és ennyire sok HP-ja van. Ivirej! Nem arról van szó, hogy türelmetlené kezdenék válni, vagy ilyesmi. Teljesen szimplán, ez sok. Ne rohanj utána, utol fogod érni, de nem tudom sebezni. Vadász le és sebezd meg. Én még a rakéták sem sebzik olyan mértékben, mint kellene. Amikor beszél, akkor már valamit jól csinálok, szerintem. Lentem... Oh, shit. Hülye ötlet volt. Élünk egyet, nincs mese. Beleértünk. Aj, azt a rohadt mindenit. Nagyon jó. Legjobb helyre rakja ezt is. Az nem tudom, hogy hogy találtál. Aknákat szór. Most nem szabad benne menni semmibe. És már lő is konkrétan. Majdnem átlőtt valamint. Shieldünk megjött. Hát az egyik után a másikat desselett ki. Jó, megvan. Még mindig nincs healingem. Nem érdemled meg, hogy szemtelenül legyél az örök harmóniának. Azt érdemled meg, hogy megdögöljél Naran, mondja. Túl vagyunk ezen a részen. Uh-huh. Egyé válik velük. Faceless-szé válik. Uderolt menő ez. Csoda, a fertőzése belülről levész fel engem? Belém tép. Oké, okay, hol van a gyenge pontja? Ott mozognak rajta, aha. Igen, energy pillárok vannak. Esélytelen. Hogy elítézzen minket? Túl jók vagyunk. Swarmok jönnek. Dodzsolás, speedezés, ollózás. Csak itt nálunk a TeachperTV.mokáson. Gyerünk, gyerünk, ez a final boss, meg tudod csinálni a profétát, töröljük el a föld, vagy hát a másik oldalt.
ról, színéről, nem tudom miéről, ki lehetnék egyet. Ott mennek, megvannak. Oh, jeez. Speedeljünk át. Ez lesz a jó. Valami történik. Azt mondja, hogy nem merezhet, ez nem történhet meg, majd mindjárt kiderül. Aj, shit, hát nem láttam, hogy a Swarmból rám csimpaszkodott egyszerre három, és olyan szinteken szedték szét a hajót, hogy nem igaz. Arrohat mindenit, még egyszer. Még jó, hogy már nem az előző résztől folytatjuk. Meg lesz ez. Belemeltek a szájába amúgy? Bár, tudom, hogy ez kicsit furcsán hangzik ez a kérdés, de... Hát na. Rég volt már, bocs. Itt... Ezt hogy találtál egy helyben állva? Aha, ez lesz az. Swarmok itt még meg se jöttek. Konkrétan megint rajtam az összes Swarm segg. Mutassatok, merre vagytok? Elpusztítottuk volna véletlen mindet. Ami könnyen lehet. És itt jön a többi, ugye? Aha, ezeket meg átspíreltünk, ez tök jó. Most nagy izé, sírás, rívás. Be kell mennem? Nem. Hó, ezen át lehet menni. Leírunk majd egy kört még. Mi a fene? Maradjuk inkább a machine gunnal. Megvan mind a kettő pont. Ez egy furcsa szikla volt ott előttünk. Húzzunk el onnan pont most. Azt a rohadt. Ez erős. Ez most így kemény. Az arcodba teleportál mindent, amit nem akarnál. Hol vannak a kis szarok? Mutasd! Hát szétrobbantott őket egy aszteroida? Ott megy Mr. Big, menjünk utána azonnal. Ha megállíthatatlanak vagyunk, mondjuk a hajóval összekacsintva. Mi történik? És miért bántanak ennyire? Még mindig ott van egy kis apró darabja. Azt a rohadt. Ez széttép, ez most szét, igen. Egymás után kaptunk be egy aszteroidát, meg kettő brutális lézert. Hű, a nem jóját. Nem baj, nem baj, nem baj. Részleteiben vesszük be a péniszt. Előbb-utóbb úgyis bemegy, jó lesz. Nézd, milyen kis apró feje van most már. Bocsánat, neked repültem. Hol mennyi Swarm, de jó. Tök benne, hogy ilyenkor lejönnek rólunk. Hogy melyik része lőhet ilyenkor vajon? Fogalmam nincs. Defeat them.
Nem, szerintem jobbak vagytok. Basztarolt. Hú, ez komoly volt, de kijöttünk szerintem a swarmból, ez szerintem mindegyik egyszerre rám jött. Talán egy tized másodperc sem választott el a full haláltól. Fókuszáljam a hatalmamat, de melyik hatalmam lenne hatással itt rá? Nem értem ezt. Mintha nem találná el. Átgázoltunk rajtuk. És meg innen is lőjük, mint a vadállat, és itt sem találja nagyon el. Na egyet találni sikerült. Most talán valami történt. Csapkodjuk hozzá, mivel támad. Amúgy lehet, ja. Erről nem is próbáltunk rá, látod? Megsüt minket mindjárt, vagy nekünk jön. Igen. Itt már egy kicsit bedurul ennél a részénél valahogy. És ez egy hosszú fight lesz. Hosszú és rohadt nehéz. Nekem meg már fáj a karom. Nem lehet, hogy ezzel kell egy kis út, de ez lesz a jó. Nincs elég hull damage-e. Viszont ez pontszerűen lő, és ezért preferálnám most itt éppen. Kicsit meglőttek. Épp ez az reggel, kell, nem kell? Segít, hogy kapsz 10 percet magadtól? Téhozni akarsz? A rakéta lenne a legjobb, csak annyira védekezően fordulnak rá a részek. Ez igen. Ezt el lehet kapni? Nem úgy néz ki egyőre, nem. Még az aszteroidát bele launcholni, az a vicci. Nem tudjuk most beérni sem. Átvágtunk rajtuk. Kisebb része a swarmnak még él. Bár lehet, hogy ez úgy van kitálva, hogy ne is legyünk annyira gyorsak, nem? Tehát lehet, hogy ez úgy van kitálva direkt, hogy rohadt lassú legyen a végigmenetelünk ezen az utolsó részen, mert annyira védett itt már. Folyamatosan dupla dash kell, mögötted megjelenik az összes csicskakula. Kispirálsz belőle. Nézzük az arénát még egyszer. Nem tudom, hogy mi az, ami ilyenkor lő ránk. Túl közel vagy azért pontatlan távolról, meg belecsapódik a testének másik részeibe. Nos, hova megy? Sublight drive ki van kapcsolva. Mögöttem vannak a rohadékok? Igen. Már nincsenek. Hol van Mr. Big? Ott megy. Ez eddig jó volt. Nézd meg, hogy ráfordul minden. Valami becsapódás sikerült, de nem elég. Ó, jó Isten, mi ez te? Nem szabad közel menni, ezzel játssza meg, hogy benézzük. Egy test, légy! Ó, Úristen!
Jó, megvan, még élünk. Még valahogy élek, de már nem hiszem, hogy sokáig. Asztarolat. Húzunk hátra. Várjuk meg. Várjuk meg a healinget. Meg tudjuk csinálni. Már nincsen benne sok. Meg kell várni. Asztarolat. Mindjárt meg lesz a healing. És hallod, nem nyomja a dash-t. Jó, mert CD-n volt ugye. Tehát hogy mondjam, nagyon gyorsan kell itt egymás után kétszer dash-elni, ami szinte lehetetlen feladat. Ja, pedig annyira szépen kivártuk már a healt minden. Amúgy lehet, hogy be is jött, csak nem volt időm figyelni. Mehetnénk lézerrel is rá. Nagyon hosszú idő lenne, de ki lehetne snipe-olni, nézd meg. Egész jól. Állíthatnánk egyébként a pontszerű sebzésnek a kurvaságán is. Talán az sem ne baromság. Átmegyünk itt így. Ott eltalálta. Mintha a lézerrel lenne a legjobb esélyem, komolyan. Ez a kis piros szar, ez vajon mi lehet, ami a lézereket nyomja? Egyet elpusztítottunk, egy megvan. Talán kettő. Talán pénisz, azt sem tudom, hogy mi van, nézd meg. Húzzunk előre tovább. Megvan minden swarm. És ott fordul. És már ránk fordul, ott van, nem tudok eléggé felhúzni, de talán meg lesz. Asztarolat, de közel volt a célpont. És már azzal szórakozik, hogy sziklákat teremt elém. Két oldalról. Megint megvan egy, még egy teljes kör. És most? Nem, még egy. Itt van. Megvan! Végre! Most be kell mennem? Nem. Át kell spirálnom ott rajta? Ó, és ez nagyon fájt neki. Menjünk be a portálon. Fertőzés, nem bírom már tovább, mondja Forsaken, a hajónk. Megint következik a kedvenc részünk. Hallod, azért ez elég erősen indult itt. És nem igaz. Azért jöttünk, hogy nyerjünk. Pontosan is ezt fogjuk tenni. Néha egy kicsit leragadok ott az aljára, hallod, mint a rakott kumpi, amit nem kevertél meg. Főzés közben. Hát lassan, szépen mindent kikerülve. De mégis megcsinálva és a végén. Felélegezve. Te szar. Tövök olyat. Egy kicsit mellé. Állj meg egy picit itt. Egy kis regeneráció következik. Nyer, meg vagyunk ez. Volt egy kiállóbb rész ott a padlóban ezek szerint. Semmi baj, egyébként jó volt. Magában a próbálkozás már nem volt szar. Egy kicsit nagyobb teret adunk neki. Könnyebben kireselünk mindent. Sőt, még amúgy lőni is tudjuk. Tök jó, le tudjuk venni a shieldjét. Az is egy nagy segítség.
jól van Zoli, menjél, csak jó pihenés kívánok, és kösz, hogy itt voltál. Hát sorry, ez egy hosszú fight. Egy hosszú, de megérős fight, én érzem. Jó lesz a játék vége. Amúgy most is tetszik. Ez a rész is jó. Megvan benne az a kihívás faktor, hogy... elszarakodjunk vele. És nem pedig az van, hogy... feltesszük a polcra, aztán nem veszük el többé. Mert végigjátszottuk úgy, hogy nem volt benne semmi durvítás. Ez egy kicsit durvít most. Azt a rohadt, oda néz. Nézd, itt most elkövetni, hogy mi van. Nem lehetetlen, csak nehéz. Wow. Végére még az is, hogy bele fogok jönni. Szia Zoli, jó éjszakát, kösz, hogy itt voltál, jó pihenést kívánok. Most valami nagyon fáj neki, igen, megy is már is vissza. És következik megint a kedvelt rész. Eszembe jutott hirtelen az a hirdetés. Talán MediaMarkt volt annak idején, az volt a szlogán, hogy ráverünk az árakra, ez megvan nektek? Jó, pedig minden szuper, minden megvan, talán még ott hagytunk egyet, de nem hiszem már. Elég hosszú ez a kígyó még, nem? That's what she said. Itt vagyunk a végénél. És keressük meg, van, ott van. Nyilván beledesselek abban, mert nem kéne. Ott megy el. Aztán egy lézerrel is el tudnám intézni. Ott van. Én érdemlem meg ezt a fájdalmat? De miért? Én benyomok egy healinget, nem érdekel. De már hol van? Ha kikerülöm azt, hogy megold, de néha segít. Néha, úgy vettem észre. Ezek körbevesznek? És egyáltalán nem jó barátok. Ó, de szerintem felőrölte őket a szikla, ami szemből jött. Ott megy megint a csicska. Megállunk, lövünk. Talán egyet már ott be is vittünk, nagyon jó volt a találat. Ó, de nézd! Talán meg lesz a kettő is. Megvan. Még? Hát jó lett volna a meg volt a három. Beszarsz, de megcsinálom a hármat. Ez mi ez a... Aha, ezen nem szabad átvenni. Semmi baj, jó vagyok. Jó vagyok. Á! Jó! Atya úristen, mekkora oszlop volt ott. Mi ez a... Ez mi a szar? Nem látok semmit. Azt mindjárt elpusztítom ott. Megvan. Nagyon sok explosív, micsoda? Nagyon szenved. Ennek meg kell állnia a kapcsolata a faceless-szel. Egy, kettő, három. Tökéletes dodge-okat hajtunk végre. Most hová ment az a szemétláda? És miért? Vannak ilyen furcsa síkok, amiben kicsap belőle a cucc. Swarm jönni fog utánam. Nem lehet követni annyira gyors most. Au! De jó, de egy pici healing, csak egy nagyon pici. Mindjárt meg lesz. Mindjárt. Megvan. Megvolt.
szeretnék egy jó lézerrel pinpointolni oda egyet. Hát hogyha nem is mozdulnék, úgy darál ez a szar, pedig nem értem, hogy hogy csinálja. Menet közben, és az a beam, az egyszerűen tépi le a hajós shield, meghalunk. Aztán már nem bírjuk ki. Ez már sok volt. Igen. Már lehetett látni a nagy lilak kulát, ami előttünk fátyolként terült szét. Ezt nekend az arcodra soha. Na még egyszer! Nagyon gyorsan forog, miközben ugye még körbe-körbe is nyomja. Az szar volt. Perfect dodge level 5, hát igaz nem volt perfect. Ez közel nem állt a tökéletességhez. De jó, hogy megkaptuk a dodge-olásit. Lehet, hogy akkor gyorsabban tudunk majd nyomulni vele. Hogyan lehetne innen rakétával elpusztítani ezeket minél gyorsabban? Hülyeség. Egy. Kettő. Most csak kettőt kellett, de az is elég volt. Valóban rohadt nehéz. Igen, abba belemenni viszont rohadt könnyű volt, ugye? Na jó, ez a sík, ez nem kellett volna ide most. Nem tudom, hogy mit lövök, de nagyon lövöm. Hogyha neked jön, akkor majdnem szétszeri az egész halladat. Most bele fogunk menni. Messze még a healing, meg kéne kerülnünk. Azt bírom, ha benne állok konkrétan a testében, és még ott is lő a beam. Megcsinálja. Ó, hogy ezeken át lehet így menni? Na, ezt nem tudtam. És ez is megsebzett. Majd menjenek már ilyen baromságokkal, hogy néha nem sebez, néha meg de. És ez a lézer lesz a halálunk, mert egyszer nem tudunk ki... Na, még élek valahogy. Nem lehet kitérni az összes ilyen izéje elől. Kicsit hozzáér, aztán csá. Nem pusztította el a kis kulákat a szétrobbanó sumó. Nincs ilyen hingem, ne csinálja már, lehetetlen. Ó, de jól nézze ki pedig azt, hogy kisznájpolni. Talán még egyre van lehetőség már is. Egy meg volt éppen, hogy... Ott lehetne a kettőt, nem adja meg. Jó, persze. Itt már olyan szinteken fedésbe kerültek egymásra ezek a lightning síkok, hogy... Hát ezt nem tudom, hogy ki az, aki akár hitlessbe kitolja. Nagyon megnéznék egy ilyen pro figurát, aki magas nehézségi szinten ezt a részt megcsinálja úgy, hogy nem ilyen checkpoint rendszerrel. A játék gyakorlatilag segít nekünk ezzel, hogy mégse hagyjuk már ott, hanem progresszeltél, az már tiéd, megcsináltad, eljutottál valameddig. Nem szivat ki teljesen, mert azért már önmagában is elég nagy szívás ez. De jó, ezt volna ott eltalálni még. Ó, az egy fal, igen. Kicsit közel állunk most hozzá, meg kéne állni. Ahogyért ne elhíreltem magam. Egy talán megvan. Most azt akarja, hogy fogjak... Tehát tényleg dobjak el mindent, amikor meglátom azt a lila síkot, forduljak meg és hagyjam itt a francba. És majd amikor megint esélyem adódik rá, akkor menjek rá még egyszer. Jó, hát ilyen szuper türelmesen, fél év alatt egy találtot bevíve, azt meg lehet oldani, csak közben még attól még lő ez a szar. Ez. Éppen, hogy csak sikerült kidodzsolni az utolsót, healingem már nincs. Mindjárt jön a swarm.
Ezzel, hogyha átmész, akkor még attól sebez. Három perfect dodge-ot kell ide betolni. Úristen, egy megvolt. Majd most sikerült rátolni. Na, ebbe nem szabad belemenni, igen. Mert az is egy olyan dolog, hogy Super Sprint Star Ritus Power között vagy közepette is meg tud csinálni. Lehet, hogy mégis a lézer lesz az, amivel bejelöljük azokat a kis pontokat, amiket el akarunk intézni. Nézzük, ott jön 1-2-3, megtoltuk, és majdnem teljesen elpusztult. Most már csak tényleg jól kell becélozni. Ott megy, nem találta el másodszorra. Túl sok mindent kell egyszerre most így csinálni. És nagyon nagy a damage rajtunk. Hiába pedig fel van ám tápolva a hajó, tehát hogyha valaki azt gondolná, hogy amúgy nincs, de fel van. Isten, ott lesz. Most szórom meg mocskos urakétákkal. Össze-vissza mozgatja azt a részét, látjátok? Miért? Swarm. Kár, a Swarm nem ad nekünk hílt vissza. Pedig azok kis hajóknak számítanak. Egyszer. Kétszer. Háromszor. Eddig nagyon jó minden. Inkább nyomunk egy hírt most. Egyszer. Kétszer. Háromszor. Ez lehetetlen. Megszedi, letépi a pajzsot. Ebben nem akartunk belemenni. Kettő lézer talált el minket. Éppen másik a dodzsolásával voltam elfoglalva sajna. Swarm rajtam volt, muszáj volt elindulnom. Sprinter és ezzel belementünk sajna. Ez igen, haver. Ez már boss fight a javából, nem számítottunk erre. Az előző boss fight is erős volt egyébként, amikor a Faceless-szel küzdöttünk, de... Jó, lehet az is benne, hogy már fáradok, nem tagadom, de attól még csináljuk. Vajon mögöttem van, vagy előttem van még az a rész? Mögöttem, pont. Jó. Egy. Kettő. Eltalált. Kicsit részben talált el, de eltalált. Írelek mindenen. Ílem az már nem nagyon, de még van, még pont van. Egy. Kettő. Három. Honnan lőhetnek vajon? Nem random vannak oda
beízélve valahová. Egyszer, kétszer, háromszor jönnek a kis kulák. Jó, az is megvan, letépték a pajzsomat. Ez már az aréna széle vissza az egész. Majdnem megvolt. Jézusom, most ez itt mi volt? Á, lehet, hogy nem lehet volna szabad közelmenni. Lehet, hogy távolról sznájpolni kell a lézerrel. Sőt, lehet, hogy egy kisebb... hogy mondjam? Tehát egy erősebb lézert kellene betenni. Tehát egy többi fegyverre kicsit erőteljesebbek lehetnénk. Sajnálom, hogy ezek a beidézett izék nem csapódnak a testében. Ez tiszta király lenne. Vagy hogy nem kaphatom el ezeket. Szívat egyébként, hogy komolyan néznek. Áh! Szávas Siraka, hogy vagy, mi a helyzet? Nem kére itt egy kis extra HP valahonnan. Valami lény, hogyha bespawnolna és esetleg abból tudnánk visszaszedni. Még egy megvolt közben. Vigyázzunk a síkokra. Megjön a swarm. Ugye megyünk mögé. Szembe, előre. Talán megvolt mindegyik. Egy kitérés, két kitérés, három kitérés, eltalál, semmi baj, inkább egy, mint három. Istenem, megint megvan egy. Talán meg lesz megint egy. Így, arra várni kell még egy picit, arra még egy nagyon picit várni kell. Itt fog átpördülni most. És ott volt! A driftelésből ráfordulással. Gyere hozzám, Naran, mondja. Jövök már, jövök már. Megint történt valami. Lehet, hogy lefejtettük róla. Még egyszer, Forza, már csak egyszer kell. Forza, what's happening, Forza? Mi történik, Forza? Attól azt hittem, hogy dominálhatnám. Micsoda, de a fertőzöttségem mélyebb és sötétebb, mint ahogy gondoltam volna. Miről beszélsz? Szerinted te érintetetlen vagy? Micsoda arrogancia. Elfogadtad a sötétségedet. Igen, elfogadtad a kudarcaidat. De egy hiba marad, Naran, amit soha nem fogadtál el. Félelmeidet. Forza, maradj velem. Félsz a magánytól. Azért, mert az egyetlen barátod haldoklik. Félsz a visszautasítástól. Kitagadástól. Mert nincs feloldozás számodra. Tűha! Vajon mi lesz itt még? Forza, wake up! Nem, nem hall téged, Forza. Nem ébred fel. Megérkeztek a többiek. Ó, de király, megjött a flotta. Ilyen törékeny kicsi barátok, mondja. Gondolom, ott most beaprít egy kicsit a soraikba. De ki nem szarja le? Ott vagy bent, Forza. Érezlek. Barátom vagy, nem egy üres váz. A dolgok, gondolatok, az érzések, ezek a soha nem lehet visszacsinálni. Mondta Forza egykor.
consciousness lured from the void. Egy tudatos valami vagy, amit az ürességből hívtak, csaltak elő? Elveszette a lelkét, Forza. Már csak egy üres váz maradt, amit megtöltöttek Faceless energiával, ő pedig elsodródott Forza az ürességbe. Az örök kárhozat rosszabb sors, mint a halál. Sabi, hát te még ébren? Azt hittem, hogy dominálhatom, de a fertőzöttségem sötétebb és mélyebb, mint ahogy gondoltam. Mit kéne ebből összerakni? Velem voltál egész végig. Soha nem hagytál el engem. Még akkor sem, amikor azt hittem, hogy úgy történt. Megbocsájtok neked, barátom. A proféta a Forsaken hajóban van benne. Gyere vissza hozzám. Nem, biztos, hogy nem. Kapcsolatom hozzá túl erős. Csak akkor maradhatok veled, hogyha egyé válunk. Akkor csináld, Forza. És majd tartalak a belső erőmmel. Egyé fogunk válni. Wow, de laza! De mi fog most történni? A szuper hajóval nyomulunk? Azt a rohadt, oda nézd, mi üstökösként megyek bele az enemibe. Állítsuk meg a prófétát. Brutálisan átszpírelek rajta. Minden más le van szarva. Ja, várja, a fantomokat kell elpusztítani először. Igen, igen, megvan. Ezt így, ahogy vagy, így átmész. Oké. Okay. Semmi gáz, semmi gáz. Megy ez. Nem tudom, mik vannak még itt. Lepattanok egy-két friendly hajóról. De semmi baj. Rohadt jó ez a rész. Maradt még amúgy? Ott még az. A fantomok elpusztultak. Már csak a barátaink maradtak. Kis kulákkal meg nem foglalkozik senki. A realitásaink egyik kell, hogy váljanak. Tökéletes harmóniában kell, hogy egyesüljenek. Nyitja a riftet! Meg fogjuk állítani. El kell, hogy érjük valahogy. Mocskosul el van, már nyúlt, nem, csak én voltam nagyon béna. Nehéz volt. Egyesek vagyunk a kórusban. Nem, egyek vagyunk. És ezzel átszpíráltunk a testén, elpusztítva őt örökre. Rengeteg trófát értünk el. Wow! Értem, hogy a hajójára rádobtunk egy egész fél galaxisnyi oszlopot. This ends with us. All that survived, that our friends and followers endured, and the myriad of human pathways, all led to this time, this singular place. Minden, ami az év milliárdok során túlélt, az emberiség történelme, stb. Ehhez a pillanathoz vezetett itt, amit láttunk. Would you ever have ascended unless I failed and paved the way? Most a proféta beszél. Azért furcsálom ezt. Most nem értem teljes mértékben, hogy kiderült, hogy a proféta valahogy forszában van benne, vagy a profétával küzdöttünk meg. Ezt a részt itt nem 100%-osan értettem, mert ott mondott egy nagyon félreérthető mondatot, hogy a mentora volt. Érted? Miközben eddig a profétára használta a mentor kifejezést. Ezért is
Kicsit furi ez most nekem, de a lényeg az, hogy most ugye megmentettük az egész univerzumot a Forsaken őrülettől. I trained her. Ever made the right decisions without our struggles. És a proféta ugye kitaposta az utat számunkra, nélküle nem lehetett volna ezt végrehajtani. Nara nem a, az én kudarcomnak a szimbóluma, hanem az igazi harmóniának a pólyája, a beaconja, nem tudom. As they truly are, no matter what darkness they have inside. True. Is életben maradt a hó, valahogy, ha megnézitek. Az igazi kórus, Nara. We may not be with you right now. És tényleg egyé váltak. Lehet, hogy nem vagyunk most veletek, de azért hallgatunk titeket örökre. What? A vége az egy kicsit furi lett itt most. Itt nagyon sok kérdésem van, de mondjuk azzal egyetértettem, hogy a főgonosz tevékenységei nélkül nem juthattunk volna el idáig, tehát hogyha ő nem csinálja azt, amit, hogyha nem akar megnyitni azt a riftet, ugye annyira eljárni azokat a rituálékat és egy magasabb szintre emelkedni tudásban, bölcsességben és minden másban. Ha nem fertőzi meg az a Faceless ott a másik oldalról, akkor nem lettünk volna itt, és nem játszottuk volna végig ezt a játszást. Úgy mondom, hogy hogy nem történt volna meg a játék eseménye, és valószínűleg nem lett volna szekta sem, meg semmi, ami elkezdi az embereket ugye pusztítani, és mindenkit kiirtani, aki nem úgy hisz, ahogy ők hisznek. Jó kis játék volt ez. Nagyon-nagyon élveztem a vele való játszást, és ez egy olyan játék, amire úgy fogok visszagondolni, hogy ezt elővenném szívesen még egyszer. Ha nem is a csatornán, hiszen tudom, hogy azért sokan kevésbé szeretitek az ilyesmit, de talán egyszer, mit tudom én, kinyomom nagy tévére és hangrendszerre, meg mindennel végig élvezkedem az egészet, mert marha jó volt. Nagyon tetszett, majd a VOD-ot kettő epizódba fogom viszont felrakni. Úgyhogy marhára meg voltam elégedve vele, nem csak azért, mert ingyen kaptuk a kulcsot a kiadótól, hanem hogyha én fizettem volna ezért a játékért, akkor is rohadtul bejött volna. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy azért mondom, mert hogy ingyen kaptuk meg ilyesmi. Nem. Ez a játék, ez nálam 10/10 volt. Tök menő volt. A vége az egy kicsit szivatós volt, az a boss. Azt elismerem. Kicsit szivatós volt, de számomra nem törte meg a jóság faktort. Inkább ott a kihívás volt egy kicsit nagyra véve. És én voltam hozzá túl fáradt. Jók voltak a küldetések, grafikailag nagyszerű volt a játék. A játékbéli hangok tök jók voltak. A karakterek tetszettek, jó volt a szinkron. Minden klap volt. Azt sem tudom, miről szólt, kár, pedig egyébként tök jó volt. Nagyon jók voltak a sztori fordulatai. Meg úgy, ahogy alakították, a narratívája erősenek a játéknak. Annak ellenére, hogy alapvetően csak mész és így lövöldözöl az űrben. Jók voltak a helyszínek. Vagy hát másít az a... Tehát jók voltak a helyszínek. Lehetett volna egy kicsivel több, vagy változatosabb, persze. De szerintem teljesen jó volt így is. Megmentettük az emberiséget, Krisi, az a lényeg. Mocskosul el volt nyújtva. Amúgy nem játszottunk vele olyan sokat. Szerintem egy 20 óra alatt végig játszottuk a játékot. És egyébként ez azért volt 20 órás, mert megcsináltunk benne minden küldetést. Tehát, hogyha felmész a tecsőre, és beírod, hogy full game walkthrough, akkor szerintem valami 8 óra alatt megcsinálta valaki. Tehát, hogyha kizárólag a fő küldetéseken mész végig, nem csinálsz semmi mást, akkor hamarabb végig lehet menni rajta egy nap alatt kb. Így szerintem jobb volt, hogy meg tudtuk nézni az erősebb fegyvereket is. Elmehettünk volna még a játék vége előtt egy hangárba, ott megnézhettük volna, hát ha tudunk vásárolni valami extra fegyvert még, vagy még nagyobb hull upgrade-et, még nagyobb shield upgrade-et. Szerintem jó volt ez így. Mit fogok majd beiktatni ehelyett? Most jelenleg a Rise of the Tomb Raider és a Someday You Will Return című játékok mennek a csatornán. Minden mást szerintem befejeztünk. Lehet, hogy majd a Nio visszaköszönhet a DLC-vel egyszer-egyszer, nem tudom. Ez a kettő játékunk van, és emellé még beveszünk egy harmadikat.
A megtért ász vadász pilóta lelőtte minden gonosz volt főnökét lopott vadászgéppel, kb. Ennyi erősen töbörítve. Hát igen, valami ilyesmi. Lehetett volna több töret, amit ki kell lőni. Hát a töretek azok... Igen, itt tehát az ott problémás volt, és ezt kétszer-háromszor felfedeztük mondjuk a játék során, hogy nem teljesen jól mutatta az objektívet. Tehát valahol tényleg keresni kellett az űrben lebegve, hogy hova is kell mennünk. Mert hiába írta ki, ha nem látod, ugye? És hiába mondja azt, hogy pusztíts el 6 töretet, hogyha nem tudod, hogy merre van az a 6 töret. Főleg itt a Nimica részen, ahol ilyen három síkú volt az egész ilyen város, mert volt a két oldala, meg volt a belső része. Itt fogsz majd megiktatni ehelyett, szerintem a Witcher 3-at fogjuk megkezdeni, ezt többen mondtátok, hogy egyébként a Witcher 3 majdnem fej-fej mellett ment a Mass Effect-tel és a Skyrim-mel is, tehát hogy mind a három játékra úgy vettem észre, hogy kíváncsiak vagytok, én pedig mind a hárommal szeretnék játszani. Viszont, hogy mikor fogjuk megkezdeni ezeket, nem tudom. A holnapi nap során, holnap kedd van, hogyha jól tudom, ugye? Ugye ránézek. Hú, de fáj a kezem, azt a rohadt. Igen, holnap kedd lesz. Lehet, hogy csak egy játékkal fogunk játszani, még meglátom ezt, hogy alakul, jó? A Rise of the Tomb Raider és a Someday You Will Return az mind a kettő olyan, hogy játszani kell mind a kettővel is. Az is lehet, hogy csinálunk egy olyat, hogy elkezdjük 8-kor, és akkor 3 óra ebből, 3 óra abból. De szerintem mind a kettőnek a sztoriára kíváncsiak vagytok, és ezért ez nem biztos a legjobb választás. Witcher 3-a jó, sokáig el leszek? El, bizony. Jó van, Krisikém. Ahogy érzed. Skyrim és a Mass Effect sem 2 óra. Nem, ezek mind hosszú játékok, ezért választottunk ezek közül most egyet. Mert egyetlen egy hosszú játékot szeretnék, és akkor amellé még jöhetnek rövidek. Hogy váltakozás is legyen, meg ne unjátok széjjel magatokat. Mint hogyha én magam nem tudnám játszani. Hát figyelj, aki a HS-be van eltévedve, annak nem jut ideje másra. Én nagyon várom, és tök jó volt ez az egész kórus élmény. Egy emlékezetes kis játék maradt. Gyerekkoromban nagyon szerettem ezeket. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Ott volt a Free Space Zsóta. Üdvözöllek. Üdv itt a vészkórusban, közze követés, ne felejtsd el elmondatunkat, hogy ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Gyerekkoromban én imádtam ezeket, a Free Space 2-vel vagy 3-mal játszottam mocskosokat. Ú, de jó volt az a játék. Nagyon-nagyon szerettem. És az olyan volt, hogy volt egy... Mi is volt az? Egy joystick hozzá. Nem tudom, más is egy öre tanulás, de neked hiányzik hozzá, jól van. Tehát, hogy volt egy ilyen izém. Na, mondjátok már. Szevasz, Zsocca. Kösz, hogy játszottál. Hát én köszönöm a játékot, úristen. Nagyon hálás vagyok a fejlesztőknek ezért a játékért. És tudjátok, hogy négy padon, vagy négy ponton volt rögzítve, ilyen kis talp, és akkor kiáll belőle egy tényleges joystick, egy ilyen kis bumszli, amit így fogsz a kezeddel, mint amilyen egyébként egy repülőnek is lenne a joystickja. És akkor azzal lehetett irányítani, de annyira királyélmény volt, de én azt annyira szerettem. Úristen, nagyon jó volt az a játszani. Ezt a játékot, hogyha olyannal lehetett volna tolni, hát én fixen az a játszottam volna. Skyrimnél csak alapjátékba tettem bele közel 500 órát. Én azért annyit nem. Én hamarabb befejeztem 100, nem tudom hány óra alatt, de megcsináltam így is mindent benne. Na, hát skacok! Nagyon elment az idő, 3:45 van. 2 darab vodban fogom feltenni ezt az egészet majd. Hát nem tudom, hogy mennyi hiányzik egyébként a platinához ebből a gameből. Fel is rakjuk tölteni a kontrollert. De egyszer lehet, hogy neki megyek majd még a platinájának. Nem hiszem, hogy annyira sok minden kell még hozzá. A kórus egy marha jó játék volt, amit mindenkinek nagyon nagy szeretettel tudok ajánlani. Játsszátok ti is végig, nem kerül egyébként sokba a játék sem. Tehát szerintem 20 eurós kb. Tehát ilyen tök olcsó áram van ahhoz képest, hogy mennyit lehet nyomulni vele. 37 trófánk lett meg egy végigjátszás alatt a 43-ból. Hát ez közel platinás lett ez a játék. Úgyhogy streamben játszottunk vele. Nekem is csak 100 van kb. De DLC-kkel. Aha. Na, hát kacok, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt velünk ma este. Remélem, hogy tetszett nektek mind a kettő játszás. Én marha jól éreztem magam. És legközelebb holnap folytatjuk valamelyikkel a sztori játékaink közül. Lehet, hogy az lesz, hogy a következő napokat arra fordítjuk, hogy esetleg haladjunk tovább a Tomb Raiderrel, meg a Someday You Will Return-nel.
mind a kettő játéknak a felénél vagyunk egyébként. És lehet, hogy hétvégén csapunk bele a Witcherbe, de akkor mocskosul. Akár még ezt is megtehetnénk. Melyik nap lesz a Szilveszter? Pénteken este. Hát, de pénteken este is kellene valami baromságot csinálni, nem? Mint ahogy most így szenteste is volt ilyen randomkodás. Á, na jó, majd meglátjuk. Most egyre nem fogom tudni megmondani, hogy hogy lesz, mint lesz, de igyekszem majd minél szórakoztatóbb és verejetibb műsort csinálni, amellett is, hogyha bejön esetleg egy Witcher 3 végigjátszás nekünk. Én szerettem volna az egyel is játszani, ti leszavaztátok, azt mondtátok, hogy inkább erőltessük az új részt, mint a régieket. Én meg azt mondom, hogy jól van, ahogy érzitek, skacok. Na, Regi Sárknak el fogom küldeni a kulcsokat, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki beszállt a giveaway-be, holnap lesz majd a következő. Vigyázzatok magatokra, és találkozzunk ugyanitt holnap este felé. Sziasztok!